Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ma szeretném folytatni a hittel kapcsolatos sorozatot, és ugye eljutottunk oda, hogy a hitnek három fázisa van, hogy az első a megvallás volt, a második a hitnek a cselekedetei, és utána pedig ugye azt fogjuk majd megnézni, hogy a hitnek lesznek próbái, egy próba időszakon kell átmennie az ember hitének, hogy kipróbálódjon, és utána megvalósul az a, az ígéret, Isten ígérete, amiben amibe gyakorolja az ember a hitét. Ugye múlt héten ott fejeztem be, hogy ugye, elkezdtük vizsgálni a hit cselekedeteit, ma pedig szeretném azzal folytatni, hogy a Jakab apostolnak a levelében megnézzük, hogy hogy, hogy, hogy kell gyakorolni a hitünket, és milyen példákat ad, milyen olyan hitteket mutat be eh, Jakab Apostol, ami nem fog működni az ember életében, eh, hogy tudjuk ezt felismerni, és eh, mik azok a cselekedetek, amikkel előidézhetjük az ígéretek megvalósulását. Tehát az első az az, ugye, hogy a, mielőtt ebbe belekezdenék, az Efézus levél, ugyeben azt látjuk a második fejezet, eh, a második fejezetnek a, 8. és a kilencedik verszakában, hogy azt mondja, kegyelemből tartattatok meg hitáltal, ez nem tőletek van, hanem ez Isten ajándéka. És azt mondja azért, hogy senki ne, nem, azért nem cselekedetekből, hogy senki ne, ne dicsekedjen. Ugye itt van egy látszólagos ellentmondás, hogy most akkor hogy van ez, hogy most hitből van, vagy cselekedetekből. Pálapostól azt mondja, hogy hitáltal üdvözülünk, Viszont eh, Jakab Apostol azt mondja, hogy kellenek hozzá cselekedetek a megigazultságunkhoz. Hát ebben nincs semmi ellentmondás, mert a eh, Pál Apostol, ahogy azt hangsúlyozza, hogy a üdvösségünk az hitáltal van. Viszont a hitünk önmagában az meghal, ha nincsenek cselekedetei. Tehát ez azt jelenti, hogy az a hit, ami élő és működőképes, és dinamikus, és aktív, ami megvalósítja Isten ígéreteit, az mindenképpen olyan hit, aminek a következtében cselekedetek lesznek az emberek életébe. Ezért mondja Korintusi Levélben Pálapostól a 2 Korintus 5.7-ben, ezért mondja azt, hogy a, hogy hitben járunk, nem látásban. Tehát ő is elmondja azt nekünk, hogy ez egy járás, egy magatartás, egy viselkedés, egy cselekedeteknek, szokásoknak a kialakítása, cselekedeteknek a megvalósítása. Tehát az a hit, ami Istenbe kapaszkodik, Istenbe keres támaszt, az, ami Istenre támaszkodik, az a hitnek előbb-utóbb cselekedeteinek kell, hogy legyenek. Nézzünk meg akkor az első három példát, amikor azt mondjuk, hogy nem fog működni az embernek a hite, és melyek azok a hitek, amik nem működnek, tehát azért mondom ezt el, hogy tisztába legyünk a, a hitünk gyakorlásával, és győztes hitünk e, legyen, Ugye, ahogy mondja János apostol is a levelében, az első levelének az ötödik fejezetében, hogy győzelem van a hitünkben, és az a győzelem, ami már legyőzte ezt a világot, az a hitünkben van. Tehát ennek meg kell, hogy mutatkozzon. De a hamis hitekben nem mutatkozik meg. Nézzük meg Jakab uh, apostolnak az, a levelét a második fejezetben, azt mondja Istennek az igéje a 14. verszaktól a 17. ig olvasom. Tehát aztól arról van szó, hogy mi az a hit, ami nem működik. Első. Mi a haszna atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek. Tehát azt mondja, hogy hite van, de cselekedetei nincsenek. a vagy megtarthatja-e őt a hit? Tehát magyarán itt ugye ugyanaz a görög szó van, a szodzó kifejezés, hogy meg tudja-e men menteni, meg tudja-e gyógyítani, meg tudja-e szabadítani, üdvözíteni tudja-e a hit. Megtarthatja-e őt a hit? Ha pedig. Az atyafiak, fiak, férfiak vagy nők mezítelenek, szükkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt mondja nekik valaki, ti közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire szükség van a testnek, mi annak a haszna. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában. Tehát nézzük meg, hogy hogy kezdi el a Jakab apostol ezt az első típusú hitet, ami nem működik. Ezt nevezi Jakab apostol halott hitnek. Tehát az első hitfajta, ami nem működik a háromból, az a halott hit. Itt azt mondja a halott hittel kapcsolatban, a Máté evangéliumának a hetedik fejezetében Jézus is beszél ilyen hitről. Azt mondja a Máté evangélium hetedik fejezete, 21. verszaka, ott a hegyi beszédben, azt mondja, lesznek olyan emberek az ítéletkor, hogy azt mondják majd neki, hogy uram, uram, azt mondja, nem mindenki, aki ezt mondja nekem, uram, uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én atyámnak az akaratát. Tehát látjátok, hogy, hogy a halott hitről akkor beszélünk, amikor azt mondja, hogy azt mondják, uram, uram. És azt mondja, azt mondja Jézus, hogy oké, ezt ti mondjátok, de azt mondja, az fog bemenni az Isten országába, aki cselekszi az Isten akaratát. Magyarán meg tudta tartani ezeket az embereket az ő hitük. Arról beszél Jakab apostol, hogy nem tudja megtartani, ha nincsen cselekedete a hitnek. Tehát ez azt jelenti, hogy a halott hitről akkor beszélünk, amikor valakinek csak a nyelvében van a szájában van az ige, a nyelvében, a szájában van az, hogy Uram, Uram, Jézus, Jézus, de viszont a cselekedetei nincsenek összhangban az embernek az ő hitével. Tehát ekkor azt mondja Jakab Apostol a levelében, hogy ez a fajta hit, tehát az isteni hit meg tud halni. Tehát meghal előbb-utóbb, ha nincsenek cselekedetei. Tehát ezért nagyon fontos, hogy egy legyen nekünk ismeretünk, tudásunk Isten igéjéről, és utána az életvitelünket, életmódunkat igazítsuk hozzá az Isten igéhez, hogy ne halott hitünk legyen, a hitünk ne halljon meg csak önmagában. Tehát látjátok, hogy ezt egyébként nagyon érdekesen, például Calvin János ezt, ezt úgy mondta el, hogy, hogy csak a hit az, ami üdvözít. Viszont a hit nincs önmagában, megha, mert ha csak önmagában lenne, az meghal. Tehát látjátok, hogy kell, hogy cselekedetei legyenek a hitünknek. És itt igazából... Ezzel kapcsolatban ugye egy példát mond el Jakab apostol, ugye az élelmezéssel kapcsolatban, a ruházkodással kapcsolatban, és tudjuk azt, hogy, hogy a, a Timóteus, egy Timóteus 6 ban az Isten félelmünkkel összefügg ez, sőt, ezek a szükségek, a ruházattal való szükségeink, az élet, tehát a, élelmiszerrel kapcsolatos szükségeinket, azt mondja Jézus, hogy a mennyei atyánk ismeri ezeket. A Timóteus levelében Pálapostól a hatodik fejezet nyolcadik verszakában azt mondja nekünk, hogy az Isten, tehát az Isten félelmünk megelégedéssel legyen, azt mondja, de ha van élelmünk, ruházatunk, elégedjünk meg vele. Tehát ne, ne be a korunknak ezekkel a fogyasztói reklámkampányaival, hogyha nincs meg például a legújabb iPhone-od, vagy mondhatnék bármi mást, akkor az ember rosszul érzi magát, és azt mondja, hogy júj, valami, valami hiányzik, nem vagyok elégedett ember. Az, azt mondja Pálapostól, hogy az elégedettségünknek már az, hogy van, hogy mit ennünk, és van, mibe öltözködjünk, ez már azt mondja, legyünk elégedettek, és, és ne egy ilyen telhetetlen magatartás, vagy ilyen, ilyen jellem alakuljon ki bennünk. Ugyanezzel kapcsolatban ugye a Jákob is így imádkozik Istennek. Nézzétek meg, hogy milyen gazdagságot adott Isten Jákobnak, és azt olvassuk, hogy mielőtt lábánhoz ment volna Jákob, az egymózes 28-ban azt olvassuk, az egymózes 28 és 20. verszakában azt, azt olvassuk itt Jákobnak az imájáról, nem azt mondta, hogy ú, mekkora gazdagságot kérek tőled, és hogy, hogy mi legyen, hanem azt mondja a 20. verszaka, hogy, hogy azt mondja a 28-20-ban, és fogadást tett Jákob mondván: Ha az Isten velem lesz, és megőrizz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételül kenyeret és öltözetül ruhát ad nekem, és békességgel térek vissza az én Atyámnak házához, akkor az Úr lesz az én Istenem. Tehát látjátok, hogy Jákob ezt kéri az úrtól, hogy adjon neki élelmet, adjon neki ruhát. És nézzétek meg, hogy megadta neki Isten, sőt, nem csak ezt adta meg, hanem családot, gyerekeket és nagy gazdagságot is, látást is adott neki. Ugyanez volt Salamonnak az imája is, hogy igazából ő nem kért nagy gazdagságot, Isten azt adja, tehát, tehát nekünk nem kell pénzcentrikusnak lenni, persze az élethez kell, hogy legyen pénzünk. De ha a pénznek a szerelme elfoglalja a szívünket, akkor romlást fog okozni nekünk. És ennek az ellenszere az, hogy, hogy néha lépjünk egyet vagy kettőt hátra, nézzük meg azt, hogy aha, van mit tennünk, aha, van miben ruházkodnunk, öltözködnünk, Hát Uram, én elégedett ember vagyok, én nagyon örülök neki, hogy a te ellátásodban részesülök. És figyeljétek meg, hogy azok az emberek, akik hálát tudnak adni azért a kicsiért, ami van, azok az embereknek Isten kinyitja az anyagi előrelépést az életükben. A másik, amit eh, ugye itt eh, Jakab Apostol felhívja a figyelmünket ezzel a Példával kapcsolatban, hogy, hogy nagyon fontos, hogy jót tegyünk. Nagyon fontos, hogy a, a hitünket kövessék, jó cselekedetek, hogy az embernek a szíve meg tudjon indulni, ne, ne keményedjen be az emberek szüksége iránt. És azt mondja nekünk a Galatta 6-10-ben Pálapostól ezzel kapcsolatban, hogy a gyülekezetben a hitünk, tehát családtagjaival ő így fejezi ki a Galatta 6-10. Ő azt mondja itt, hogy, hogy azonképpen, míg időnk van, tehát most, amíg élünk, azt mondja, cselekedjünk jót mindenkivel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek a családtagjaival. Tehát a hitünknek vannak családtagjai, van közösségünk, gyülekezetünk, és azt mondja Isten igéje, hogy, hogy törekedjünk rá, és amíg időnk van rá, addig cselekedjünk jót a testvéreinkkel, a, a hittestvéreinkkel, és azt mondja, mert eljön az az idő, amikor már nincs időnk, és már nem tudjuk megtenni azokat a dolgokat, amiket, amikre most lehetőségünk van. A Máté 2540-ben azt olvassuk, Máté evangélium evangéliumának a 25.40-ben Jézus Krisztus azt mondja ugye az utolsó időkkel kapcsolatban, sőt, amikor ő vissza fog jönni, és ugye a juhokra és a kecskékre fogja osztani a nemzeteket, és, és mond egy ilyet, hogy, hogy a 25.40-ben azt mondja, hogy mikor mondjuk a 36-tól, 35-től, éheztem, ennem adtatok, szomjúhoztam, innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Tehát Jézus Krisztus el, el fog mondani, tehát maga elé fogja állítani a nemzeteket, az embereket, és azt fogja mondani, hogy hogy figyeljetek ide, hogy éheztem, és ennem adtatok. Szomjú hoztam, innom adtatok. Jövevény voltam, befogadtatok. Mesztelen voltam, meg felruháztatok. Beteg voltam, meglátogattatok. Fogoly voltam, eljöttetek hozzám. Ugye, mert az előbb azt mondta Pálapostól, hogy amíg van időnk, cselekedjünk jót. És Jézus itt elmondja, hogy mik azok a szükségek, vagy mik azok a dolgok, amikkel azt mondja, hogy ő vele megtették. Megtették az emberek. És erre azt mondják nekik az emberek, hogy felel, felelnek majd neki az igazak, tehát az igazak felelnek majd neki. És azt mondják, uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? Vagy mesztelen voltál, és felruháztunk volna. Mikor láttuk, hogy beteg vagy, és fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És erre azt mondja nekik a király, azt mondja, azt mondja majd, bizony, mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek egyel. Ez az én legkisebb atyámfiai közül én velem cselekedtétek meg. Tehát látjátok, hogy hogy Jézus Krisztus megnézi azt, hogy a hitünknek vannak cselekedetei, vannak-e jó cselekedetei, és alkalmasak vagyunk arra, hogy amíg van időnk, megtegyük ezt. És ugye Pál Apostol azt mondja, hogy a hitünknek a családtagjaival nagyon fontos, hogy ezt lássuk, vagy ismerjük ezt. Ugye itt ebben a példázatban, vagy nem példázatban, hanem előre profétálásában, hogy ez majd meg fog történni, azt mondta Jézus, hogy ahogy bánunk zsidó emberekkel, vagy Izraellel, ez is nagyon sokat számít, hogy milyen a viszonyulásunk Isten népével. Mert vagy átkott eredmény ez az embernek az életében, vagy pedig e, áldás jön az embernek az életében. Tehát most azt néztük meg, hogy a halott hit micsoda. Most nézzünk egy másik fajta hitet, amivel folytatja Jakab Apostol a, a e, levelét. A 18. verszak mondja ezt el. Ez az elméleti hit, a teó, tehát amikor a teológia, csak teológia van az embernek a fejében, és nincs hozzá hit. Tehát jó a teológia, mert én is teológus vagyok, tehát én is végeztem teológiát, viszont nagyon fontos, hogy a, az Isten ismeret az ne csak a fejünkbe legyen, és ne csak egy rendszert képezzen a gondolatainkban az Isten igéje, hanem a szívünkben ott legyen ennek a következménye. következménye a hit, és a cselekedetek ott legyenek az ember életében. Tehát nézzük meg ezt a fajta elméleti, teológiai hitet, ami nem működik. Jakab 2.18. Mondhatja valaki, azt mondja, mondhatja valaki, neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Erre azt mondja neki, mutasd meg nekem a te hitedet a cselekedeteidből. És én is meg fogom neked mutatni az én cselekedeteimből a hitemet. Tehát Jakab Apostol ezzel azt mondja, hogy, hogy nem kell itt nagyon eltúlozni, meg elméletbe belerakni ezt az egészet, meg, meg hogy most honnan látszik, hogy van hite. Nagyon egyszerű. A cselekedet. Mutasd meg a cselekedetekből a hitet. Ne csak mondja az ember, hanem mutassa meg, fejezze ki. Tehát ez itt van, gyakorlatilag ezzel azt mondja, hogy a puding próbálja az evés. Lehet elmélkedni az igéről, lehet beszélni az igéről, de az embernek, ha megcselekszi az igét, az az, ami megmutatkozik, hogy neki hite van ebben. A Lukács evangéliumában Jézus ezzel kapcsolatban mond egy olyan dolgot, és, és azt mondja itt, amikor Názáretben eh, tanított és prédikált, ugye a Lukács evangéliumának a negyedik fejezetének a 23. verszaka, az ezzel a fajta hittel kapcsolatban azt mondja, hogy eh, itt 23. Eh, verszak, mondja nekik, Bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nekem, orvos, gyógyítsd meg magad. Tehát e, látjátok, hogy, hogy, amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te is cseleked meg. Tehát mit mondott itt Jézus? Azt mondja, a puding próbálja az evés. Tehát az ember lehet nagy teológus, lehet nagy e, gondolatai Isten igéjéről, mégis azt mondja, e, ugye Jakab apostol, mutasd meg a cselekedeteidből a hitedet. Jézus itt azt mondja, hogy orvos, gyógyítsd meg magadat. Tehát, hogyha hogy, ha, hit, hiszel, hogyha Isten igéjébe veted a bizalmadat, és Isten igéjét teszed az első helyre az életedben, az mutas, mutatkozzon meg az embernek a cselekedeteiből is. Utána, ugye itt, itt Pálapostól a Korintusi Levél 8. fejezetet úgy nyitja meg, és úgy kezdi el, hogy emberek, ha csak ismeret van az emberben, és nincs benne szeretet, akkor az felfújódik, fel, tehát azt mondja, felfuvalkodik az az ember, akinek csak ismeretként van az Isten igéje benne. Alázatban azt tudja tartani az embert, hogy a szeretetből megvalósítja az Isten igéjét, és az Isten igéje, az konkrét, gyakorlati dolgokban mutatkozik meg, mert ahogy az ember elkezdi cselekedni az igét, gyakorlatilag ez egy alázatot fejez ki, az engedelmességével egy alázatot fejez ki az ember. János Evangéliumának az ötödik fejezetében mond egy ilyet Jézus, hogy ti tanulmányozzátok az írásokat, ugye ez a 3940, és azt mondja, hogy azt hiszitek, hogy abban van benne az örök életetek, miközben azok én rólam tesznek bizonyságot, és azt mondja, hogy ha, ha nem jöttök hozzám, akkor nem lesz élet bennetek. Tehát ezzel azt mondja Jézus, hogy, hogy az írások az az ő vele való kapcsolatra és közösségre tanítanak meg bennünket. Az Istennel való járásban, nem egy független, tehát a, a Biblia, az Isten igéje nem független Jézus Krisztustól, hanem, hanem rámutat az írás Jézus Krisztusra a testélet igére. És amikor rámutat, akkor bevisz bennünket, egy közösségbe, az igével való közösségbe, és Jézus Krisztussal való közösségbe. És Erről is szól az, hogy ne teológiai hitünk legyen, mert ne gondoljuk azt, hogy felváltja, tehát az ige ismeretünk, az felváltja az Úrral való kapcsolatunkat. Tehát nagyon fontos, hogy újra és újra az igével való kapcsolatunkat az Úrral való kapcsolatunkat, azt meg tudjuk erősíteni, és épülni tudjunk ebben. Ugye Jakab Apostol a harmadik fejezetben ezt ő úgy mondja el, a bölcsességgel kapcsolatban, ő azt mondja a harmadik fejezet 13. verszakában, Kicsoda köztetek bölcs és okos, mutassa meg az ő jó életéből, az ő cselekedeteit bölcsességnek szelítségével. Ha pedig keserű irítség és, és cívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, ne hazudjatok az igazság ellen, mert ez nem az a bölcsesség, amit Isten ad. Tehát magyarán, ami felülről jövő ajándékok, bölcsesség, hit, ezek mind a cselekedetekben mutatkoznak meg, és abból látszódnak meg, hogy az emberben mi van belül. Tehát ez a második fajta olyan hit volt, ami nem működik, ez az ilyen elméleti hit, ami csak az embernek a jóváhagyása van, tehát egy elvi egyetértése, vagy egy ige ismeretnek a komplexuma van benne az, az elméjében, de ha nincs cselekedete, az nem fog működni. És nézzük meg egy harmadik fajta hitet, ami, ami, amit azt mondja Jakab Apostol, hogy ez a démonikus hit. Azt mondja itt, és ugye ezt azért mondja el ezt a hármat, mert ez kialakulhat bennünk, és figyelmeztet, hogy ilyet ne csináljunk. Ugye itt a Jakab 2.19 azt mondja erről a harmadik fajta hitről, ami nem működik, hogy te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed, azt mondja. A démonok is hiszik, és rettegnek. Tehát látjuk azt, hogy, hogy a démonok is hisznek. Azt mondja, oké, okay, nagyon jó, hogy mi hiszünk Istenben. Nagyon jó, hogy a hitünknek van megvallása, és kifejezzük a hitünket, hogy igen, az egy Istenben hiszünk. Azt mondja, jól teszed, de. Vigyázzunk, mert a démonoknak is van hitük, de rettegnek. Miért? Tehát egy félelem van, tehát az ember úgy gyakorolja a hitét, hogy fél közben. Nézzétek meg, hogy a démonoknak az volt a problémájuk a Márk evangélium a harmadik fejezetében, Nézzük meg, hogy a démonok például, mondok egy nagyon durva dolgot, bizonyságot tudtak tenni Jézusról. Tehát ők elmondták, mi tudjuk, hogy ki vagy te, mondják Jézusnak. Nyíltan az emberek előtt megvallották, ugye annak a démonizált ember hangján, kommunikációján keresztül, hogy azt mondják, mi tudjuk, ki vagy te. Hát te vagy az Isten fia, te vagy az élő Isten fia, te vagy a Krisztus. És erre, ha megnézitek, akkor még az emberek nem is tudták, hogy kicsoda Jézus. Csak egy, egy embert láttak, egy húsvér valóságot, egy embert, akiről fogalmuk sem volt, hogy ki ő valójában. De a démonok már bizonságot tettek Jézusról. Mégsem üdvözültek. Vagy ott van, hogy, hogy hiszik, Például az ő hitükben benne van az, hogy van a büntetésnek egy helye. Ugye amikor a Lukács evangéliumánk a 8. fejezet 31. verszakában azt mondják, hogy, hogy ne küldj minket a mélységbe. Tehát tudják nagyon jól, hogy van egy van büntetés fenntartva a számukra. Halljátok, hogyha az embernek a hite csak odáig terjed ki, hogy bizonyságot tud tenni arról, hogy ő hisz Istenben, és csak a büntetésnek a helyét látja, a gyehennának a helyét, ez még mindig nem az a hit, amiről, amiről Isten igéje beszél. Azt mondja, hogy, hogy a démonok hiszik, hogy van büntetésnek is ítélet fog jönni, és meg fogják büntetni őket. De ez az egész egy rettegésben vannak, tehát ez már kiterjed az érzelmi állapotukra. Az embernek a hite, Kiterjed az érzelmi állapotára. Ez egy nagyon fontos dolog, és egy nagyon durva dolog, hogy, hogy amilyen hite van az embernek, a lelke hozzáidomul és hozzá alakul. És ezért az embernek vigyáznia kell, hogy a, a bibliai hite ne alakuljon át halott hitté, ne alakuljon át elméleti hitté és ne alakuljon át démonikus hitté. Mert az embert is átalakítja a gondolkozásmódját, az érzelmeit, a szándékait, az akaratát, és a lelke hozzáidomul gyakorlatilag az embernek, a hit, hitéhez, a szívének, a benseihez hozzáidomul az embernek a lelke. És ugye ezért nagyon kell erre figyelni, mert ráadásul ugye a démonokkal még gyakorlatilag az a probléma, hogy, hogy, ők, nekik van hitük, de folyamatosan az lázadás és az engedetlenség állapotában vannak. Tehát nem elég azt mondani, hogy van hiten, de közben homlok egyenesen, lázadok Isten igéje ellen, hanem nekem kötelességem harcolni a bennem levő bűnnel. Neked kötelességet harcolni a benned levő bűnnel. Nem mondhatod azt, hogy hát én így élem az életemet, én megcsinálom a dolgokat, titkos dolgokat, nem tudnak mások ezekről a dolgokról, viszont én hiszek. Tehát nézd meg, a démonok is hisznek, de folyamatosan engedetlenségben és lázadásban vannak benne. És ugye erre mondta Sámuel próféta Saulnak, hogy ugye, mint a varázslásnak a bűne, olyan az ellen, ellenség, tehát ellenszegülés, azt mondja 15-23-ban, egy Sámuel 15-23-ban, azt mondja itt, hogy, hogy ne, ne csak ne egy külső cselekedetekben, ilyen vallásos cselekedet legyen az emberben, hanem mert az a halott cselekedet, ugye erről beszéltünk a múlt héten, itt az 1 Sámuel 15.23-ban azt mondja Isten igéje, hogy vajon kedvesebb az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránti engedelmesség. Tehát a démonok ilyet nem tudnak csinálni. Azt mondja, mert mint a varázslásnak a bűne, olyan az engedetlenség, tehát az ellenszegülés, a lázadás, és a bálványozás és a bálvány imádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak a beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király, azt mondja Sámuel próféta Saul királynak. Miért? Mert azért, mert egy ellenszegülés volt a szívében az Isten ígéje iránt. Tehát olyan volt, mint a démon, démonoknak a hite, hogy, hogy belül volt egy folyamatos ellenségesség, ellenszegülés az Úr akaratával szembe, és valami belülről nem tudta bevinni őt az Isten akaratába. És nézzétek meg, hogy, hogy van -e erre, bűnbocsánat. Isten tud adni bűnbocsánatot. És ezért a Nehémiás könyvében azt olvassuk ezzel kapcsolatban a 9. fejezet 17. verszakában. Azt mondja itt, hogy és vonakodtak, tehát elkezd imádkozni Nehémiás, és elkezd könyörögni Istenhez, és Izrael népével kapcsolatban azt mondja, vonakodtak a mi atyáink, azt mondja, felfuvalkodtak, megkeményítették a nyakukat, nem hallgattak a parancsolataidra, tehát egy ellenszegülésbe voltak, és azt mondja, vonakodtak engedelmeskedni, és meg nem emlékeztek a te csodatételeidről, amelyeket velük cselekedtél, hanem megkeményítették a nyakukat és arra adták a fejüket, hogy visszatérnek a rabságukba, az ő makacskodásukban. Tehát ebben van egy makacskodás, ellenszegülés. De nézzétek meg, hogyha az ember megalázza magát, azt mondja Isten igéje, de te bűnbocsánatnak Istene vagy, könyörülő és irgalmas, hosszú tűrő és nagy kegyelmességű, és nem hagytad el őket. Tehát látjátok, hogy ezért az ember, amikor látja, hogy van benne ellenszegülés, van benne lázadás, van benne Isten igéje iránt egy, egy ellenállás, akkor Isten igé azt javasolja, hogy most amíg tart a kegyelemnek az ideje, most, amíg, amíg meg tudjuk tapasztalni Istenek ezt a nagy irgalmasságát, ezt a nagy szeretetét, hogy az ember menjen oda, járuljon oda Istenhez, és mondja el, hogy uram, én lázadtam te ellened, engedetlen voltam te ellened, de én most megtérek, és téged, a te veled való közösségben szeretném élni az életemet, és alá szeretném rendelni magamat te neked. Mert ezzel helyreáll és visszaáll az embernek az igazi bibliai hite, és működni tud az érdekében és a javában. Tehát az embernek, hogyha megalázza magát, akkor meg tud újulni ez a hit, és, és, le tud menni a sallangok, a halott hit kimegy belőle, az elméleti hit kimegy belőle, a démonikus hit kimegy belőle, és ez az igazi bibliai hit az fog benne felerősödni, megerősödni és növekedni. Tehát a, mert a hitben fontos, hogy növekedjünk. És nézzük meg, tehát most itt Utána Jakab apostol vált a levelében, a második fejezetben, itt a 19. versszak után vált, és két jó példát mond el nekünk. És vizsgáljuk meg a mi szemszögünkből, hogy Ábrahámnak és Ráhábnak a példáját nagyon röviden vizsgáljuk meg. Az első a 20. verszaktól a 24. verszakig. Azt mondja, Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül halott? Tehát visszatér erre a témára. És azt mondja, miután elmondta a halott hit, elmondta az elméleti hitet, elmondta a démonikus hitet, és most visszatér arra, hogy mire figyeljünk. És azt mondja, a vagy Ábrahám, ami atyánk nem cselekedetekből igazítatott meg, felvívén Izsákot az ő fiát az oltára? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel. És azt mondja, és a cselekedetekből lett teljes a hit. És beteljesedett az írás, amely azt mondta, hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, nem csupán hitből. Tehát miről van itt szó? Nem mond ellent Pálapostolnak, mert Pálapostol arról beszél, hogy a hit által üdvözülünk egyes egyedül. De az, hogy az emberben meglátszódjon, mert a hit Ugye hallásból van. A hit az a szívben van. Az ben van az emberben. Te amikor ránézel egy emberre, nem látod, hogy ő neki üdvössége van. De amikor valakivel találkozol, te a, a külsőt a, a látod, a cselekedeteit látod valakinek, de az, hogy mi van benne, azt nem látod. És azt mondja itt uh, Jakab Apostol, hogy hit, tehát hit van a szívünkben üdvösségünk van. Igen ám, de ez hogy mutat, tehát ez hogy fejezzük ki? Hogy mutatkozik meg az, hogy benned is, bennem is az üdvözítő hit van bennünk? Hogy mutatkozik meg? Hogy látják az emberek, hiszen ez csak a szívünkben van. Lehet, hogy Isten látja, sőt, Isten látja, és tudja, mi van a szívünkben. De az emberek honnan látják, és honnan tudják, hogy mi tényleg üdvözültünk, tényleg eh, Istennek az üdvössége hitáltal bekerült a szívünkbe. Na erre mondta Jakab apostol, hogy ez kifele cselekedetekben mutatkozik meg, és azt mondja itt, hogy együtt dolgozik, tehát ez, a, ez az üdvözítő hit, és ez a bibliai hit együtt dolgozik a cselekedeteivel. És így válik az ember, így látják meg, így válik az ember e, e, igazá, tehát igaz emberi, hogy, hogy megmutatkozik az, az igazság, az igazsága megmutatkozik a cselekedeteiben. Na nézzünk három dolgot Ábrahámmal kapcsolatban röviden. Az egyik, ugye azt látjuk az Egymózes 12-ben, azt mondja itt Istennek az igéje, hogy Egymózes 12, amikor Isten elhívja. Ábrahámot, azt olvassuk, és azt látjuk itt, hogy egy Mózes 12.1. Mond az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből, és a te rokonságot közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked. Negyedik verszak, és kiment Ábrám, amint az Úr mondotta neki. Az első, nézzétek meg, az engedelmesség. Hogy az ember az Isten szava iránt engedelmes legyen. Saul király ebben bukott el, hogy ezt vetette a szemére Sámuel próféta, hogy az Isten szava iránt engedetlen voltál. Nézzétek meg, hogy Isten szól Ábrámnak, és amit mond neki Isten, azt megcselekszi. Tehát Isten tehát ahhoz, hogy nekünk működő hitünk legyen, kell egy engedelmes szív. Kell hozzá egy olyan szív, ami alárendeli magát Isten igényének, és engedelmeskedik Isten igényének. Második. Nézzétek meg, utána jött a 15. fejezetben, a 15. fejezet 5. 6. verszakában, utána jött ebben a hit, hogy a Ábrahámban nagyon könnyen ö, ö, bejött a hitnek az ajándéka, a hitnek a, a valósága. Ugye itt ö, úgy kezdte el Ábrám, ez a 15. fejezet úgy kezdi el, hogy Ábrám panaszkodik Istennek, vagy hát elmondja Istennek, hogy hogy nincs örökösöm. És erre Isten ad neki egy látást. Este éjjel kihozta őt a. a ö, északába, a sátrából, a fekvőhelyéről kihozta, és, és megmutatta neki a csillagos eget, és mondta, hogy na, kezd el számolni, Ábrahám, a csillagos eget, hány csillag van az égen. És nem tudta megszámolni, számolgatta, számolgatta, de végtelen sok van. Erre azt mondja Isten, na, Ábrahám, így lesz a te magod. Tehát akkor, amikor ő benne volt egy olyan, hogy most egy, egy aggodalmaskodás, egy félelem, hogy akkor úgy fog meghalni, így lesz az az egész, és azt mondja Isten, nem, hanem nézd föl az égre, és neked nagyon sok utódod lesz. És mit olvassunk az 5.-6. verszakban? Azt mondja, hogy így lesz a te magod, és hit az Úrnak, és tulajdonítatok, tulajdonítaték ő neki igazságul. Tehát Isten igazságot tulajdonított Ábrám, Ábrámnak a hite alapján. És ez a hit, ami ő benne volt, ami létrejött benne utána, ha elkezdjük olvasni a 15. fejezettől az Isten igét egészen addig a pontig, ahol a 22. fejezetben Izsákot felvitte, fe, hogy feláldozza, azt látjuk, hogy ez a fajta hit folyamatos próbákon ment keresztül. Folyamatosan meg lett ö, próbálva, és cselekedetekre ösztönözte Ábrahámot, hogy a helyes cselekedeteket hozza ö, létre az életébe, és, a, és utána csúcsosodott ki ez a hit, ami belé került az 1 15-ben, a 22. fejezetben, amire azt mondja Jakab Apostol, teljessé vált a hite. Tehát teljes lett a hit. És ugye ez azért fontos, mert Ábrahám az 1 Mózes 22-ben, amikor Izsákot felállt tehát vitte, hogy feláldozza, akkor nyilván egy nagyon nagy gyötrődésbe, szorongásba, harcban volt benne, hogy mi lesz, hogy lesz. Mi ez az egész, ami vele történik? Három napig folyamatosan. Tehát az le, lenyomta a, a, az engedelmessége, gyakorlatilag lenyomta az érzelmeit, és egy egy harcba vitte be, bele önmagával az, az Ábrahámot. És eljutott odáig a pontig, ahol a róma levél és a zsidókhoz írt levél, most nincs időm ebbe belemenni, de jutott ahhoz a pontig, amikor azt, azt olvassuk, hogy ő abban az Istenben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amik nincsenek, azokat azokat előszólítja, mint létezőket. Tehát egy, egy, ez, az, ez a fajta engedelmesség és hitpróba bevitte őt egy mélyebb kijelentésbe Istennel kapcsolatban, és bennünket is, téged is, Engem is bele fog vinni Isten egy mélyebb, belső megismerésben, ővele kapcsolatban, kitágul a, a hitünknek a, a, a nagysága, és egyre nagyobbá tud válni a hitünk, mert, mert Isten személyében egy újfajta kijelentések jönnek az életünkben, és... és és egy új módon mutatja meg magát Isten, és megmutatja az, hogy az ő, aka, ő meg tudja valósítani az ő akaratát. És, és, vannak próbák az életünkben, és ezekben a próbákban tartsunk ki. Még akkor is, ha nem értjük azokat a próbákat, de tartsunk ki Isten személye mellett, mert, mi, mert Ábrahámnak a hitének a nyomdokai, vá, Tehát hát Ábrahámnak a hitének a nyomdokain kell járnunk, és, és Ábrahám sem értette, hogy miért történnek dolgok vele, nem értette, hogy miért, miért csinál Isten vele olyat, de ő kitartott, egy mély meggyőződésre jutott, és áldás lett a vége annak. És nagyon gyorsan, hogy befejezzük a Ráhá példájával ezt az ige szakaszt, Ugye Jakab apostolnak a második fejezet, ugye 25. verszakával úgy fejezi be, hasonlóképpen a tisztáttalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekből igazítatotta -e meg, amikor a követeket a házába fogadta, és más úton bocsájtotta őket el, és azt mondja, 26. verszakban, mert amiképpen halott a test szellem nélkül, aképpen a holt halott a hit is cselekedetek nélkül. Tehát megint azt látjuk, hogy, hogy miről szólt ez az egész a Ráhábnál. Arról, hogy volt Ráhábnak hite. Nézzük meg gyorsan a Józsué könyvének a második fejezetét, és itt azt olvasjuk a második fejezetnek, a 9. és a 11. verszakában maga Ráháb mondja azt el, hogy Isten, e, neka, Istennel kapcsolatban mit tudnak ők, és, és e, hogy látják ők ezt az egészet. És azt mondja itt a 9-től 11-ig, és mondja a férfiaknak, tehát a kémeknek, tudom, hogy az Úr, tehát mi, mi volt e, Ráhábnak a hite, azt mondja, tudom, egy százszázalékos biztos tudása volt. Miről? Arról, azt mondja, hogy az Úr nektek adta, adta múlt időben, adta ezt a földet. Még besetették a lábukat, még csak a kémek voltak ott, de látod, hogy, hogy a hit milyen? Hogy ő tudja, hogy, hogy nem a láthatóra néz, hanem arra, ami már az Úrnál végbe ment és elvégződött. Ilyen a gyógyulásunk is. Ö, Ilyen az, az, amit Jézus Krisztus elvégzett az életünkért a Golgotai kereszten. Tehát azt mondja, tudom, és megvan róla győződve, hogy nektek adta már az Úr ezt a földet. És úgy folytatja, hogy minket pedig megszállt a félelem miattatok, hogy a e földnek minden lakosa megolvad előttetek mert hallottuk, hogy megszárította az úr a vörös tengervizét vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból. Ugye ez egy 40 évvel ezelőtti cselekedetről van szó, tehát 40 éve tudták a népek, a nemzetek, hogy mit cselekedett Isten Izraellel, és azt mondja, hogy mit cselekedtek, és hogy mit cselekedtetek az emóreusok két királyával, akik túl voltak a Jordánon, Szihonnal és Oggal, akiket megöltetek. És amint hallottuk, megolvott a mi szívünk, és nem támad többé bátorság senkiben miattatok. Bizony az Úr, a ti az Isten fenn az égben és alant a földön. Tehát, tehát alá mehetett volna Ráháb is ennek a félelemnek, de az ő hitének volt egy mély meggyőződése, hogy ez az Isten, aki megszabadította Izrael fiait Egyiptomból, és megszabadította, és a, a náluknál sokkal erősebb királyoktól legyőzték, és megölték ezeket a királyokat, ez az Isten ebben a lehetetlen helyzetben engem is meg tud szabadítani. Ebben a helyzetben, ahol egyértelmű az, hogy hogy halálra vagyunk ítélve, de mégis Istennél van szabadulás, van reménység, és van megoldás erre a helyzetre. De ha ő nem tett volna semmit, neki ez a hite, de ha ő nem tett volna semmit, akkor a cselekedetei nem tudták volna őt megszabadítani. Tehát a hite nem tudta volna őt megszabadítani, mert ha nincsenek cselekedetei, akkor hogy nyilvánul meg benne az, hogy ő keresi a szabadulást és a megmenekülést. Látjátok, mi lett a vége? Elbújtatta a kémeket. Utána mi történt? Leengedte, tehát egy, az ablakán keresztül leengedte a kémeket a várfalon túlra, és tanácsot adott, hogy hová menjenek, hogy menekülhetnek meg. Tehát mi lett a következménye az ő hitének? Cselekedett. És a cselekedetének pedig az lett a következménye, hogy vörös kötelet vagy fonalat kellett, tehát leeresztenie az ablakához kellett kötnie, és leeresztenie hogy lássák Izrael fiaim, ostromolják a várost, vagy ott körbe mennek, hogy na az az a fal rész, ahol ott lakik a Ráhába, akinek meg kell menekülni, mert olyan dolgokat tett velünk, ami méltó arra, hogy megszabadítsa őt, és méltóképpen megmutatta, hogy milyen hit van ő benne. A többiekben, az összes többi Jerikóiban démonikus hit volt. Rettektek, megolvadt a szívük, féltek, de a büntetés, de az ítéletet nem tudták. Nem tudtak kijönni az ítélet alól, mert benne maradtak egy ellenségeskedésben. Ráháb nem maradt benne. Ráhábban nem engedte meg, hogy démonikus hite legyen, hanem ő cselekedetekkel kifejezte, hogy mi van benne, milyen meggyőződés van benne. És utána, amikor ezt kimondta, ugye, mert itt látunk egy megvallást is, a hitének a megvallását, hogy tudom, hogy az Úr az Isten, tudom, hogy elfoglaljátok ezt a földet, tudom, hogy már nektek adta ezt a földet. Tehát ez a hitének a megvallása volt. És nézzétek meg, hogy ott, ahol megvallotta a hitét, ott, abban a helyzetben, abban a, a közegben is, arra az ablakra kellett kiraknia a vörös kötelet, a vörös fonalat, hogy ott, ahol a szabadulás történt, ott, ahol a megvallás történt, ott legyen egy jel, hogy, hogy ott engedte le őket, ott van a szabadulásnak a, a helye, és a megmenekülésnek a helye. Tehát látjátok, a vörös vonal az a hitének a megvalósulása volt a, a, az életében, a Ráhábnak. És befejezésül csak annyit hadd mondjak el nektek, hogy amikor itt azt mondja Pálapostól, hogy amiképpen holt a test szellem nélkül, aképpen a hit is cselekedetek nélkül, nézzétek meg, egy holt test holt testhez hasonlítja. Holt test van szellem nélkül. És ezt a holt testet, tehát a hit cselekedetek nélkül egy holt testhez hasonlítja. És ahogy Isten a feltámadáskor életet lehel bele a holtakba, és feltámadnak a holttestek, hamuk a holttestek, vagy ahogy Jézus visszaszólította a holt testbe, hold testekbe a szellemüket az embereknek. Ugyanígy a cselekedetek adnak életet a hitnek. Tehát a hit meghal önmagában, de a hittel együttműködő cselekedetek életet lehelnek bele a hitbe, és egy olyan fejlődésen növekedésen megy a hit végig, Amivel azt olvasjuk, hogy teljes hitünk lesz, amilyen volt Barnabás apostolnak és amilyen volt István Vértanunak, hogy hittel teljes férfiak voltak ezek az emberek, és fejlődés-növekedés volt a szolgálatukban, fejlődés-növekedés volt az életükben, életútjukban jeleket tapasztaltak, csodákat tapasztaltak, de Próbán kellett átmenni az életüknek. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy itt voltatok velem, és én ezt kívánom az életetekbe, hogy a halott hit, az elmebeli hit, a elméleti hit, a démonikus hit, az, az lemenjen, kimenjen, az é a, akinek ilyen van, az kimenjen az életéből, és ez a fajta hit, a bibliai hit, amiben engedelmesség van, Amiben benne van, az Isten ígéreteibe való bizalom, és a cselekedet, ez összhangba legyen mindannyiunknak az életében, és legyen jó sorsotok, jó életetek, legyetek egészségesek, és szép napot kívánok nektek, sziasztok! Köszönöm, hogy itt voltatok velem.